Szeretettel köszöntöm a nézőket a CEU Határtalan Tudás ismeretterjesztő sorozatának mai előadásán, amelynek címe Szerkesztett életek, bioetikai jövőképek. Az ember biológiai tulajdonságairól ma már nem a végzetszerűség nyelvén beszélünk, hanem egyre többször jelenik meg a megismerés, a kezelés, a megváltoztatás, sőt a tökéletesítés igénye is. Mindennek persze számos tudományetikai, jogi, biopolitikai vonatkozása is van. A születésünk utáni életünk egy szakaszában bekövetkező plasztikai sebészeti beavatkozások már a többség által elfogadottakká váltak. De vajon mi a helyzet a születésünk előtti beavatkozásokkal? Hol van a határ, és mi szabja ezt meg? Csienkúj He kínai kutató 2018. november végén jelentette be a hírt, hogy megszülettek az első szerkesztett génnel rendelkező csecsemők, Nana és Lulu. Csienkúj He dicsősége azonban nem tartott sokáig, mert ettől az élő emberen végzett kísérleti jellegű beavatkozástól azóta még a kínai hatóságok is elhatárolódtak. Számos etikai és tudományos vizsgálat zajlott az ügyben, aminek eredményeként a kutatót börtönbüntetésre és pénzbírságra ítélték. Az etikai engedélyezési eljárásokban máig sokan a kutatás kerékkötőit látják, holott ezek a mechanizmusok épp a tudomány eredményességét és megbízhatóságát képesek növelni. Mai előadásunkban szó lesz tudományetikáról, bioetikáról, emberi jogokról, és természetesen a biotechnológia legújabb fejleményeiről is, amelyek a 21. században mindannyiunkat érintenek. A mai előadók és az azt követő beszélgetésen vendégeim Sándor Judit, a CEU professzora, a CEU Bioetikai és Jogi Központjának igazgatója, az Orvosi Jogi Világszövetség kormányzó tanácsának tagja, a UNESCO bioetikai részlegének volt vezetője, Dinnyés András, a HCEMM Szegedi Tudományegyetem professzora, a Biotalentum Kft. Igazgatója, valamint Kakuk Péter bioetikus, aki szintén a CEU Bioetikai és Jogi Központjának kutatója, a WHO kutatásetikai tanácsadója, az Európai Orvosi és Egészségügyi Filozófiai Társaságának elnöke. Elsőként tehát hallgassuk meg Sándor Judit előadását. Mint egy 20 évvel ezelőtt az emberi genom program bejelentése borzolta a kedélyeket, nagyon nagy reményeket tápláltunk ez iránt, a hatalmas projekt iránt. Tulajdonképpen ekkor kezdődött meg a genetika szövegszerűsége, ami nekünk persze jogászoknak egy több ezer éves hagyomány, baloldalt Hammurábi törvénykönyvét látjuk, mi mindig szövegek értelmezésével foglalkoztunk, de a génszekvenciák leírásával, a bázissorrendekkel tulajdonképpen a természettudomány is közelebb került ehhez az értelmezéshez. És ez szinte magával vonta azt a jelenséget, amiről ma bővebben szó lesz, a génszerkesztést, az élettudományoknak a szövegszerűségét. De csaknem 5 évezrednyi jogi szövegértelmezés után, mintegy 60 évre tehető, hogyha a kettős hélix felfedezésétől számítjuk a genetika írásbeliségét. Azonban ennek az új írásbeliségnek, szövegszerűségnek legalább akkora hozadéka van, legalább olyan jelentős az emberi jogokra gyakorolt hatása, mint a jogi normáknak. A génszerkesztés vagy genomszerkesztés tulajdonképpen egy olyan eljárás, ami ahhoz rokonítható, mi, akik sok-sok szöveggel bánunk, amikor megírunk egy hosszabb dokumentumot, sokszor észleljük, hogy nem ezt a kifejezést kellett volna használni, de nem szeretnék végigmenni a hosszú, több oldalas szövegen is kikeresni, hogy mi az, amit kicserélnék, hanem egyszerűen megadom, hogy ezt a kifejezést cserélje erre. Tulajdonképpen így működik ez a génolló, ez a génszerkesztésnek ez a mechanizmusa, kicserél, kivág egy bizonyos szakaszon egy génszakaszt, és korrigálja egy megfelelő génszakasszal. Azt is mondhatnánk, és a szakirodalomban ilyen hasonlat is van, ki ne szeretett volna gyermekkorában egy svájci bugylibicskát, amitől kihúzom, és különböző dolgokra alkalmas, akár tudok belőle dugót húzni, tudok konzervet nyitni, vágni, reszelni. Valami ilyesmiről lehet szó. A CRISPR technika egy mozaik szóból tevődik össze, itt látható a Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats. Tulajdonképpen, amit mi most felfedeztünk,
Ezt a baktériumok már több milliárd évvel ezelőtt használták vírustámadások ellen, és most megpróbálja az emberiség a génszerkesztés révén saját javára fordítani. Persze az emberi képzeletben ez már sokkal régebben megjelent, tudományos fantasztikus irodalomban, filmekben, zenében már megjelent az a képzet, az a vágy, hogy az ember tulajdonságait is befolyásolni tudjuk, módosítani tudjuk, általában jobbá tenni, de vannak természetesen olyan elképzelések, amik félelmetes jövőt rajzolnak akkor, hogyha az ember nem csak a környezetét alakítja át, hanem saját magát. Mi erre a jognak a reakciója? Itt látható egy fejlődés, hogyha három példát említenék, egy nagyon régi, 1950-es évekről van szó, talán mindenki ismeri Henrietta Lacks esetét, amikor is egy fekete afrikai származású amerikai beteg páciens a John Hopkins kórházban mély nyakrákkal szenvedett betegséget, és ezzel kapcsolatban kezelték, és kivettek szöveteket a testéből. Később ez lett a forrása a halhatatlan sejtvonalaknak, az úgynevezett hila sejtvonalaknak. A jog sokkal később reagált, akkor nem kérték az ő hozzájárulását ahhoz, hogy kutatást végezzenek ezeken a szöveteken, ezeken a sejteken, ami ma már szinte minden fontos laboratóriumban megtalálható. Később vonták be a hozzátartozókat, és korrigálták ezt, ma már etikai bizottságban ott ülnek Henrietta Lacks leszármazói. A másik példa, amit szintén mindenki ismer, 1978, és nagyon fontos a génszerkesztés szempontjából, az első testen kívül létrejött megtermékenyítésből származó baba, Louise Brown, Angliában. Itt is viszonylag hosszú idő telt el, 1990-ben született egy olyan átfogó jogszabály, ami a reprodukciós medicina alapvető kérdéseit kezelte. Megváltozott a helyzet a Human Genome program kezdetével, és az első klónozott emlős helyzetével, amikor mindenki belelátta ebbe a lehetőségbe Dolly bárány születésével, hogy ez megtörténhet valamikor emberen is, és akkor vajon hogyan reagáljon a jog. Chirac elnök, az UNESCO, az ENSZ, az Európa Tanács mind szinte egymásra licitálva igyekezett ezt a kérdést rendezni úgy, hogy az emberen végzett reproduktív klónozás ne legyen lehetséges. A génszerkesztés is számos etikai kérdést von maga után, és itt egy újabb paradigmával találkozunk, a három korábbi példából kiindulva, ahol általában a tudomány lépett előbbre, vagy hirtelen egy bejelentést követően tiltó jogi norma fogalmazódott meg. Jennifer Doudna, aki Emmanuel Charpentier-vel tavaly kapta meg a kémiai Nobel-díjat, ő megfogalmazta tulajdonképpen egy felelős kutató pozíciójában, hogy ő fél attól, hogy milyen lehetőségeket kínál a génszerkesztés. Talán 2014-et írtunk, amikor azt mondja, hogy szörnyű rémálma volt. Előadást tartott, és úgy látta, hogy a sorokban ül valaki, aki nagyon érdeklődik az ő kutatása iránt, és aztán arra riadt föl, hogy az az ember, aki kérdezgeti őt a génszerkesztésről, az Hitler. Ő többször összehívott olyan tanácskozást, talán ő nélkül nem is figyelt volna föl a világ közvéleménye arra, hogy ez a CRISPR technika mire képes. De megszületett az első washingtoni tanácskozás, ami számos etikával, filozófiával, joggal, tudománnyal foglalkozó ember igyekezett körüljárni, hogy vajon milyen változásokat hozhat a génszerkesztés akkor, amikor bizonyos tulajdonságokat, bizonyos betegségeket tudunk kezelni. És nagyjából létrejött egy olyan nyelvezet, amit máig is használunk, megállapítjuk, hogy terápiára használjuk ezt a beavatkozást, vagy valami másra. Örökölhető tulajdonságokba szólunk bele, vagy csupán az adott páciens illető változásokra, ez a szomatikus és az úgynevezett germline beavatkozás. Kinek az érdekébe történik a beavatkozás, a szülőknek az elképzelése, vagy egy leküzdendő betegségről van szó. Kicsit beletekintve a jog boszorkány konyhájába, először természetesen megpróbál valami kockázatbecslést végezni, hogy különböző eseteknél, például a génszerkesztésnél nagyon sokszor félelem, hogy esetleg a gén másik szakaszán is változásokat idéz elő, vagy nem kellő mértékben változtat meg bizonyos tulajdonságot, és nem lehet elérni a kívánt eredményt.
Aztán a különböző jogterületeken finoman hangolja, például az emberi jogok területén, vajon nem diszkriminatív, vajon nem sérti a magánélet szabadságát, az adatvédelmet, vajon nem jelent egyenlőtlenséget emberek között, az emberi méltóságot nem érinti, és ezeket a kérdéseket is megvizsgálja. Van már jogi norma, ami ugyan nem erre született, mégis legszélesebb körben idézik, ez az Oviedói Konvenció 13. cikke, ami annak idején egyébként a génmanipulációkra született, de itt is alkalmazzák jobb híján, nem lehet célja egy ilyen beavatkozásnak a leszármazó genetikai állománynak megváltoztatása. Megjegyzem, nem biztos, hogy fenntartják majd ezt a jogi megközelítést, hiszen hogyha ez a technika tökéletesedik, akkor lehet, hogy éppenséggel kívánatos lesz, hogy nem minden generációban kell elérni azokat a változásokat, ami egy súlyos betegség leküzdéséhez vezet. Amikor a diákjaimat kérdezem meg, hogy mi jut eszükbe, vagy milyen tulajdonságot szeretnének maguknak, vagy a következő generációnak, vagy akár egy szélesebb konzultációnál, azt lehet megfigyelni, hogy igazából szeretnének szuperembereket, különleges, magas IQ-val rendelkező embereket, zenészeket, vagy erős embereket, és nem igazából a terápiás aspektusok érintik őket. Tulajdonképpen ez a legnagyobb félelem, hogy a gattak a világa valósul meg a génszerkesztés révén. De tulajdonképpen, hogyha összehasonlítjuk a már eddig létező hasonló rokon technikákkal, akkor azt állapíthatunk meg, hogy itt nem egy idegen gént hozok be, mint például az alba nyúl esete szintén közismert, amikor egy medúza gén révén a sötétben fluoreszkáló nyúl szórakoztatta egyébként a kiállítás résztvevőit, ez egy művészeti projekt volt, hanem a génszerkesztésben, és ez megint jogi probléma, sokszor észrevétlen maga a beavatkozás, hiszen ez természetben is előfordulhat. Tehát egy olyan beavatkozás történik, egy olyan korrekció, amit utólag nagyon nehéz reprodukálni. Bombaként robbant a hír abba a nagyon gondosan előkészített konzultációs eljárásba, amit Jennifer Doudna elképzelt, hogy a második génszerkesztési tanácskozáson Hongkongban Csienkújhe bejelentette, hogy megszülettek az első génszerkesztett ikrek. Itt a bevezetőben szó volt már Nana és Luluról, természetesen ezek képzeletbeli nevek. Itt már látszik, hogy ő tudja, hogy milyen fogadtatásra számít, hiszen már az előzetes tanácskozásokon, a vacsorán kiderült az, hogy ez egy hirtelen bejelentés, nem előzte meg átlátható tudományos publikáció. Egyébként az ügyében nem csak Kínában zajlottak vizsgálatok, hanem például Stanfordon is, hiszen ő kapcsolatban állt külföldi kutatókkal is. Volt ugyan beleegyező nyilatkozat, de nagyon ellentmondásos volt például a ikrekről készült képek, azok jóval hangsúlyosabbak voltak benne, mint maga az új eljárás. És volt, ahol szerzett etikai hozzájárulást, például ugye neki embriókat kellett szereznie ehhez a kutatásához, de pont a kutatásnak az a része, ami a legizgalmasabb volt, ehhez nem rendelkezett etikai hozzájárulással. Sokszor előfordul a tudománytörténetben, hogy egy hirtelen beavatkozás, egy hirtelen bejelentés megrázza a tudományos világot, azonban pont azért, mert elindult már a folyamatos gondolkodás a génszerkesztés alkalmazásáról, ez az epizód igazából csak tanulságokkal szolgált a világ számára. Itt látható, hogy olyan disziplináknak kell egymáshoz közeledniük, természettudomány és társadalomtudomány, amelyik más módszertannal dolgozik. Nagyon sematikusan próbáltam megragadni, hogy egy természettudós az persze hipotézisből indul ki, adatokat gyűjt, és ebből próbál egy konklúziót megállapítani. Még a jog sokszor megpróbál univerzális elveket alkalmazni az adott kérdésre, és ha nagyon szükséges, akkor új jogot alkotni. A génszerkesztésnek számos lehetséges következménye van, talán majd a beszélgetés során részletesebben rá tudunk térni. Szerintem átírja az etikai viták eddig megszokott szerkezetét, hiszen például egy életvédő, következetesen életvédő álláspont, ami nagyon sokszor a beavatkozás ellen foglalt állást, most olyan embrióknak lehetne életesélye a génszerkesztés révén, amelyeknek korábban nem volt. Tehát a következetes álláspont a génszerkesztés valamilyen módon való elfogadása. De az autonómián alapuló érveléssel is
gondok lehetnek, illetve meg kell vizsgálni az eddigi paradigmákat, hiszen kinek az érdekében áll a beavatkozás, ez nem mindig egyértelmű, a szülő, a társadalom, a következő generáció, vagy az, akit érint ez a beavatkozás. Számos új jog keletkezhet a genetika területén, erre már vannak elképzelések, sokan emlegetik az egészséges genommal születés jogát, a genetikai hovatartozás jogát, valószínűleg itt is számos újdonsággal lesz dolgunk. Lehetséges, hogy az egészségi állapottal való egyenlőtlenségek csökkenni fognak, de az is lehet, hogy növekedni fognak, hogyha egy szűk réteg engedhet meg magának majd ilyen beavatkozásokat. Nyilván a mesterséges reprodukció területét is átírja, mint annak idején a preimplantációs genetika, hiszen olyanok is fordulhatnak esetleg majd a jövőben egy ilyen eljáráshoz, akik valójában nem a meddőségük okán keresik ezt. Ha az a technológia biztonságossá és pontossá válik, akkor persze számos betegség esetén megvan arra a lehetőség, hogy hatékonyan kezelheti ezeket a betegségeket. Az embrió beültetés előtti technológia például nem csak azt az alternatívát jelölheti, ami korábban, hogy kiszelektálnak bizonyos embriókat, mert nem alkalmasak a beültetésre, hanem esetleg egy újabb opció jelenik meg a génszerkesztés révén. A génszerkesztés valóban egy fantasztikus lehetőség, ezt díjazták tavaly Nobel-díjjal is, azonban nem lehet egy magányos kutatói ambíció vagy üzleti vállalkozás függvénye. A technika rokonítható ugyan a számítógépes szerkesztéssel, annak eredménye azonban ezen messze túlmutat, számos társadalmi következménye lehet ennek. Én úgy vélem, hogy sosem volt még ennyire egymásra utalt természettudomány és társadalomtudomány. Azt szeretném kívánni mindnyájunk nevébe, hogy szép álmokat Jennifer Doudna. Amiről én szeretnék beszélni, az egy kicsit kiegészíti és kontextusba helyezi a génszerkesztést, mert ugye a génszerkesztés az egy cél érdekébe egy eszköz. A cél pedig tulajdonképpen az, hogy regenerálódjunk és soká és boldogan éljünk, mert erre van egy nagyon komoly társadalmi-gazdasági igény. Tehát az öregedő társadalom az egy nagyon jó dolog, hiszen tovább élünk, viszont a hosszú távú magas életminőségre, az aktív életmódra való igényhez új eszközök kellenek. Betegségek hosszú sora van, ahol a sejtek előregedése, pusztulása a fő probléma. Szívinfarktus, Alzheimer-kór, Parkinson, időskori elbutulás, izületi problémák, vakság, gerincvelőszakadás. Van olyan, ami már fiatalkorban is előfordulhat baleset következtében, de általában ezek időskorral keletkeznek. Ez a dia nagyon röviden csak a költségekről szól. A világban sok százmillióan például cukorbetegek, vagy az időskori demenciát is több tízmillióan szenvednek ebben, Parkinson korban is több millióan. És ennek a költsége mondjuk hazánkban egy 800 ezer diagnosztizált és valószínűleg olyan 400 ezer nem diagnosztizált cukorbeteggel az egészségügyi kiadások egy nagyon jelentős részét jelenti. Az időskori demencia, Alzheimer kór az rendkívül költséges. Tehát itt nagyon komoly társadalmi és gazdasági problémákat kell megoldani. Ez a dia nagyon sok információt tartalmaz, amire szeretném felhívni a figyelmet, hogy a regenerációs orvoslás az egy nagyon széles terület, tehát itt a rák gyógyításához tartozó úgynevezett CAR-T sejtes terápiáktól egészen az általam részletesebben bemutatott regenerációig terjed. Amivel mi dolgozunk, és ami engem igazán érdekel, az az őssejtekre alapozott terápiák. Az őssejtek olyan sejtek, amelyek ott vannak bennünk, és megújítják önmagukat, és közben belülük olyan utódsejtek keletkeznek, amelyek különböző szerveink, szöveteink fő alkotó elemei. Ugye az egész emberi fejlődés során az őssejtekből indulunk ki, hiszen egy megtermékenyült embrió egy úgynevezett totipotens őssejt genetikai anyagot tartalmaz, és ez az egyetfejlődés során a genetikai anyagunk
változik, és fokozatosan eljut úgynevezett pluripotens állapotba, amikor testünk minden szövete ki tud belőle alakulni, de a placenta már nem. Ez egy hólyagcsira állapotú embrióban található, és felnőtt korunkra úgynevezett multipotens, tehát különböző szervek kialakulni képes, de mindenre nem alkalmas őssejtek vannak bennünk. Hogy jön ez a genetikai szerkesztéshez? Úgy, hogy a gén sorrend megváltoztatása az az egyik lehetőség, de a gén működés megváltoztatása, amit epigenetikának is hívnak, az egy másik lehetőség. Tehát a bennünk található, úgynevezett először ugye embrióban pluripotens őssejtekre visszajuttathatjuk például a felnőtt korban található testi sejteket, teljesen differenciálódott sejtjeinket. Az időm túl rövid ahhoz, hogy minden őssejtípusról beszéljek, de azt fontos tudni, hogy ezek tulajdonképpen természetesen meglévő bennünk a szerveinkben működő sejtek. Időskorban ezek egy része rosszabbul működik, az öregedéssel és később a halállal ez sajnos összefügg. Tehát a vérünkben található, a csontvelőben található vérképző őssejtek, azok például az immunrendszerünket, vérünket egész életünkben regenerálják. De a különböző kötőszövet is őssejtek szintén egész életben működnek. A legizgalmasabb, és ezért is Nobel-díjat adtak 2002-ben, egy olyan technológia, ahol felnőtt testi sejtből lehetett újra programozni ilyen pluripotens őssejtekké. Ezek a sejtek egyébként korábban említett Dolly esetében is egy ilyen folyamatról volt szó, viszont ezt egy japán kutató elérte, hogy ezt a petri csészébe sejtekkel meg tudtuk ismételni, nem volt hozzá szükség többet embrió létrehozására. Ez azt jelenti, hogy 2012-ben kapott ezért Nobel-díjat, hogy egy felnőtt emberből kivett testi sejtmintából olyan sejteket tudunk létrehozni, amivel esetleg sejtterápiával regenerálni lehet. Ezen kívül ezek a sejtek nagyon sok minden egyéb célra is alkalmasak, betegségmodelleket, gyógyszerfejlesztést, toxikológiára használhatóak. A klinikai felhasználás ez esetben nagyon-nagyon sokrétű lehet, de még gyerekcipőben jár. Tehát az embrióból kinyert sejtek esetében több éves tapasztalatunk van, az embrionális őssejtekkel kapcsolatban viszont számos probléma felmerült, hiszen ehhez egy emberi embrió feláldozása volt szükséges. A pluripotens, indukált pluripotens őssejteknél ez az úgymond etikai probléma eltűnt, viszont az egész területtel még számos kockázattal kell megküzdenünk, elkerülni azt, hogy ezek a sejtek esetleg nem abba az irányba mennek, mint mi szeretnénk, daganatok képződnek, gyógyító sejtek helyett, illetve a sejtek szaporítása során olyan új mutációk keletkezhetnek, amelyek problémát jelentenek. Ez azért érdekes, mert itt a genetikai módosítás és a természetes mutációk keletkezése egy ilyen rendszerbe felgyorsul. Tehát részben ezek egy részét génmódosítással ki tudjuk kerülni, biztonságosabbá tehető a rendszer, részben meg tanulunk arról, hogy egy genetikai módosítás, amit mi például a CRISPR-Cas9 rendszerrel beviszünk, az mennyire lesz biztonságos, mennyire tudjuk gyógyításra felhasználni. A hatóságok egyébként nagyon szigorúak, fokozatosan tanulnak, és emiatt például az FDA, vagy az EMA Európában, vagy Magyarországon az OGI, amelyek azok a hatóságok, amelyek az új terápiákat engedélyezik, ezek nagyon nagy érdeklődéssel, de nagy aggodalommal is kezelik ezeket a témákat, hiszen a kockázat egy új rendszer esetében kimondottan nagy. Tehát ez egy kölcsönös tanulási folyamat. Az első klinikai alkalmazásnál például a Geron cégnél, itt a képen látható korábban Superman mozihős Christopher Reeve élete úgy alakult, hogy leesett a lóról és egész életébe, hátralévő életét tolószékben töltötte.
Ő például nagyon aktívan érvelt az őssejtek felhasználása érdekében, hiszen az egyik első gyógyítási irány, amit elkezdtek kutatni, az a gerincvelő szakadás meggyógyítása. Egy Geron nevű cég, én valaha tanácsadóként még 2000-es évek elején dolgoztam velük, állatkísérletek során bizonyította, de hosszú évekig tartott, amíg sikeresen a szabályozó hatóságoknak bebizonyította, hogy van esély arra, hogy egy ilyen módon nem csak patkányban, hanem talán emberben is lehet majd regenerációt elérni. Erre most már 25 beteggel aktív kutatások folynak Amerikában. A makuláris degeneráció, ami szintén időskorral gyakran összefüggő betegség, ahol a látás károsodása a makula régióban található sejtek károsodása egy nagyon komoly probléma és a vakságnak az egyik gyakori formája. Ebben komoly nemzetközi vetélkedés alakult ki. Amerika, Anglia, Kína vetélkednek azon, hogy ki lesz az első, aki ebben terápiás megoldást jelent. Parkinson betegségben szintén óriási nemzetközi vetélkedés van, és majmokat meg tudnak már gyógyítani a Parkinson betegségből, egy olyan betegségből, ahol jelenleg ideig, óráig terápiás kezelés csak olyan van, ami gyógyszerrel elérhető, csak a tüneteket enyhíti, de alapvető megoldást nem jelent. Egy másik vonulata ennek a területnek, hogy szervátültetéshez kevés szerv található, és genetikai módosított sertésekben esetleg elő lehet állítani olyan szerveket, ami emberbe beültethető. Úgyhogy itt a klónozás, a genetikai módosítás és az állatból emberbe beültetett szervek lehetősége egyszerre jelentkezik, nyilvánvalóan nagyon komoly etikai, biztonsági kihívásokkal, de annak idején 2001-ben én még Roslin intézetben malacokat klónoztam, ma már felmerül az, hogy állatokban hogyan lehetne emberi sejteket, kvázi kimérő állatokat létrehozni, amelyek emberi szöveteket növesztenek a szervezetükben, de nem csak szövetet, egy teljes szervet, amit utána emberbe be lehetne ültetni. Tehát a tudomány feszegeti azokat a határokat, amelyek korábban elképzelhetetlenek voltak. Itt a génmódosítás, a reprodukciós biológia együtt az őssejtkutatással hoz létre olyan lehetőségeket, amelyek korábban nem voltak elérhetőek. A saját kutatásaimról nem szeretnék nagyon sokat beszélni, hogy jobban haladjak, egy céget hoztam erre létre, 2009-től már humán őssejtvonalakat hozunk létre, és jelenleg egy nemzetközi, egy Európai Uniós konzorciumot vezetek, az iNanomit projektben próbálunk részben ilyen őssejtekből béta sejteket létrehozni, amelyek az egyes típusú cukorbetegségben elpusztult sejtek, illetve állatból beültetni egy olyan eszközbe, ami megvédi most még az állati, később az emberi immunrendszertől ezeket a sejteket, és nem csak tünetileg inzulinnal lehetne kezelni a cukorbetegséget, hanem tulajdonképpen egy teljesen jól működő hasnyálmirigy működést visszaállítani az emberekben. Úgyhogy ezek komoly technikai kihívások, biológiaiak, de etikai kihívások is. És sajnos nem egyszerű, egyrészt egy nagyon komoly nemzetközi összefogás kell, ahol a jogi és etikai szabályozás egy nagyon fontos elem, és ha hazánkban azt szeretnénk, hogy ez áttöréshez vezessen, itt a kutatóknak és az etikusoknak, jogászoknak együtt kell dolgozniuk. Erre látunk például a Japánban, ahol a japán parlament jogszabályokat változtatott meg annak érdekében, hogy a technológiát jobban lehessen használni, és Japán az élvonalában legyen a technológiai fejlesztésnek. És egy másik eleme, sajnos rengeteg csodaklinika van, vannak kuruzslók hazánkban is, akik pénzért ellenőrizetlen őssejtterápia címén gyakran nem is igazi valódi őssejtekkel dolgoznak, magzatokból kinyert sejtekkel például, ami
általában nagyon drága, és általában nem hoz megoldást. És itt egy komoly kihívás van, hiszen az egész képet ezek egy szürke zónába tolják, és az emberek, az átlag emberek nagyon nehezen tájékozódnak, hogy ki a kuruzsló és ki a valódi kutató. És van úgy, hogy a kuruzslókért tüntetnek például Olaszország utcáin. Van úgy, hogy rákos daganatok fejlődtek ki az ilyen úgymond gyógyított paciensekben. Tehát ez egy nagyon összetett kérdés és nagyon izgalmas terület. Köszönöm szépen. Előadásomba úgy döntöttem, hogy optimista leszek. Általában, aki etikáról beszél és az etika tudomány viszonyát taglalja, nagyon sokszor a kihívásokra fókuszál arra, hogy milyen nehézségeket jelent itt meg számára a tudomány kontrollja. Én most azokat a pozitív eredményeket szeretném kiemelni, ami az elmúlt évtizedekben, elmúlt 4-5 évtizedben lehetővé tette azt, hogy a kockázat kontrolljától eljussunk a felelős tudományig olyan elemekre, amik optimizmusra adnak okot. Szeretnék beszélni röviden az alkalmazott etikai, bioetikai elemzéseknek a megjelenéséről, arról, hogy tulajdonképpen ez a gondolkodásmód az intézményesült egyetemeken, kutatóintézetekben jelen van. Arról, hogy intézményesült egyfajta közös felelősség a tudományos ügyekkel kapcsolatban, és ez az intézményesült felelősségnek egy nagyon fontos eleme az, hogy a tudományban lévő ügyeket nem egyéni felelősség felül olvassuk, hanem felismertük azt, hogy a tudományos közösség egészének van egyfajta felelőssége, nem csak az egyéni kutatóknak. A kutatás etikában az egyik elsődlegesen megjelenő intézmény azok a kutatásetikai irányelvek voltak, melyek azóta rengeteg fejlődésen mentek át, és egy egységes etikai keretrendszer jött létre. Létrejöttek a kutatásetikai bizottságok, nemzetközi hálózata, amelyeknek nagyon fontos szerepe van abban, hogy kockázatminimalizálási eredményeket érjünk el. A tudományos folyóiratoknak van egy nagyon fontos kapuőr szerepe, és a klinikai kutatások nyilvános regisztrációjának van egy nagyon fontos etikai funkciója. Valamint létrejött két olyan megközelítés, az egyik a Sándor Judit előadásában már említett etikai, jogi és társadalmi hatások programja, ahol az etika és a tudomány már egymás mellett helyeződik el, valamint megszületett a felelős innováció és kutatás politikai programja, mely már a etika által vezérelt innováció mellett teszi le a lantot. Ezekről szeretnék beszélni egy kicsit részletesebben. Először a kockázat minimalizálásról és a kutatások külső kontrolljáról ejtenék néhány szót. A Helsinki nyilatkozat az Orvosi Világszövetség embereken végzett orvosi kutatások etikai alapelveiről szóló dokumentuma 1964-ben jött létre, arra a konszenzusra alapulva, hogy mindenképpen egy nemzetközileg és globálisan betartható normarendszert kell kialakítani azt illetően, hogy az orvostudományi kutatások megfelelő etikai mederben folyjanak le. Ennek az irányelvnek hihetetlen nagy presztízse és sikere van. Rengeteg más területen születtek hasonló irányelvek, sok specifikusabb témákban. Ugye ez az irányelv, ez a kutatásba bevont személyek védelmét tűzi ki célul, a személyek érdekét, kimondja azt a tételt, hogy a személyek érdekét nem lehet a tudomány érdeke alá helyezni, valamint egy nagyon fontos arányossági követelmény fogalmaz meg, mely szerint a kutatás előnyei és kockázatai arányosaknak kell lennie, abban az értelemben, hogy sokkal nagyobb előnyeket kell tudnia felmutatni egy kutatásnak, mint amilyen kockázatokat magába rejt. Ezután jelennek meg 75 környékén a kutatásokai bizottságok. Minden emberen végzett orvosi kutatás előzetes engedélyhez kötött, melyet egy független bizottság a részletes kutatási terv alapján közös etikai mérlegelést követően adhat meg. Az elmúlt évtizedekben a kutatásetikai bizottságok
autoritása nem orvosi területekre is átterjedt, valami nemzetközileg is széleskörűen elterjedté vált, tehát ez már nem csak Amerikában és Európában van jelen, hanem globálisan nagyon sok államban jelen van, és nincsen olyan ország tulajdonképpen, ahol ne lenne elérhető egy etikai bizottság, vagy ahol ez a követelmény valamilyen formában ne jelenne meg. A következő ilyen intézményesített etikai eredmény az a tudományos folyóiratoknak a felismert felelőssége. A tudományos folyóiratoknak rendkívül fontos kapuőr szerepe van a tudományos kutatásokat illetően. 1979-ben jelenik meg az International Committee of Medical Journal Editors, ez a nemzetközi orvosi folyóiratokat tömörítő szervezetnek, az orvostudományi folyóiratokba benyújtott publikációk egységes követelménye rendszerét rögzítő dokumentum, ami egyre inkább átment a 80-as évektől kezdődően egyfajta etikai dokumentummá, és egyre inkább etikai elemekkel dúsult fel. Ma a legrangosabb folyóiratokon túl jelenleg több mint 5500 tudományos szaklap követi ennek a szervezetnek az ajánlásait. Azért gondolom, hogy ez egy komoly etikai eredmény, mert például a Sándor Judit által említett kínai kutató nem tudta publikálni a egyébként bűncselekménynek számító kutatásait, mert a tudományos szaklapok nem fogadták el publikációra, tehát ez egy benyújtott, de el nem fogadott publikáció. Ez nagyon fontos visszatartó erővel bír globálisan, akkor, ha mondjuk ilyen egyéni túlkapásokról van szó, hogy nem lehet majd ezeket publikálni, mert a lapok nem fogadják ezt el. A klinikai vizsgálatok előzetes regisztrációja a másik nagyon komoly eredmény szerintem, amely lehetővé teszi azt, hogy minden kutatásnak utána nézzünk. Ez egy olyan követelmény tulajdonképpen, hogy bármilyen klinikai kutatást elkezdek, akkor nem elkezdem, addig nem kezdhetem el, még ezt a regisztrációt nem folytattam le ezen a platformon. A WHO, az Amerika és Európai Unió is működtet ilyen platformokat. Itt nagyon szépen lehet követni azt, hogy adott vizsgálat az regisztrálva van, vagy nincs. A kínai kutató, akire már hivatkoztam, nem regisztrálta a kutatásait csak később egy kínai regiszterbe, és ez a dokumentumból ki is derül, ez is egyfajta csalás volt. Ennek azért majd nagy szerepe ennek a regisztrációs platformnak, mert a kutatások itt sokkal átláthatóbbá, követhetőbbé, valamint az eredmények számon kérhetőbbé várnak. Tehát nem lehet az, ha mondjuk egy szponzorált kutatás a szponzornak nem kedvező, akkor ezt a kutatást egyszerűen elhallgatják, vagy a fiókba beteszik, muszáj az eredményekkel elszámolniuk a kutatóknak. Ha most felmegyünk erre a platformra, és megnézzük, hogy hány génterápiás vizsgálat van, a WHO platformja azt fogja kidobni, hogy 5684 ilyen típusú bejegyzés van, és 4600 klinikai vizsgálatot listáz a rendszer. Megnéztetjük, hogy hol végzik ezeket a vizsgálatokat, mi a vizsgálat célja, mik a beválogatási kritériumok, mik a kizárási kritériumok. A következő két dolog pedig, amiről még szeretnék említést tenni, az egyik a etikai, jogi és társadalmi hatások kutatási programja. Hogy ez miért volt rettentő jelentős? Ugye ez a 90-es években jelenik meg, és a Humán Genomhoz projekthez kötődő megközelítés azért jelentős, mert ez volt az első olyan nagy kutatási program az élettudományokon belül, amikor az etikát közvetlenül a projekten belül helyezték be, és az etika és a tudomány egyfajta szinkronicitást mutatott, nem pedig a etika szaladt mondjuk a tudományos eredmények után, ahogy nagyon sokszor ábrázolni szokás. A másik ilyen megközelítés a felelős kutatás és innovációnak a politikai programja, ami részben az előbb említett ELSI megközelítésből nőtt ki. Ugye ez a megközelítés elsődlegesen az értékek vezérelte innováció kiépítésének politikai programjaként lehetne meghatározni, mely újonnan megjelenő tudásformáknak és technológiáknak a társadalmiak vonzó jövőképek irányába terelésére tesz kísérletet. Ugye az etikailag vezérelt tervezés, vagy a
tervezésbe ágyazott etika, az azért jelentős megközelítés, mert itt is arról van már szó, hogy próbáljanak meg az innovációt végző és a kutatást végző intézmények és egyének már a kutatás legelején etikai szempontokat beágyazni az innovációs folyamatba, ne pedig utólag jöjjenek rá, hogy nagyon káros társadalmi hatásokkal kell számolniuk, vagy nagyon súlyos kockázatokat kell majd menedzselniuk. Ugye itt arról van szó, hogy a nyilvánosságot megpróbálják igen korán bevonni ezekbe a innovációs folyamatokba. A szakértői modelltől elmozdulás történik a technológia demokratizálása felé, és olyan kérdéseket helyez előtérbe, ami a kockázat kontrolltól és a kockázat fogalmának az előtérbe helyezésétől elmozdul az előnyök felé, és azt mondja, hogy tegyük fel azokat a kérdéseket is, hogy kik a birtokosai a fejlesztéseknek, milyen célból valósítsunk meg egy fejlesztést vagy egy kutatást, milyen előnyökkel rendelkezik az adott fejlesztés, és pontosan kik lesznek, milyen csoportok lesznek az adott előnyöknek az élvezői. Összefoglalva, arra próbáltam rámutatni néhány hézagos példával, hogy az alkalmazott etika különböző intézményesült eredményeinek milyen szerepe lehet abban, hogy tudományos technológiai fejlődésnek ne annyira tárgyai és elszenvedői, hanem minél inkább a haladás léptékének, irányának és részleteinek alakítójává és felelős szerzőivé válhassunk. Köszönöm szépen! Az imént három rövid előadásban három különböző látásmód segítségével tekintettük az ember biológiai tulajdonságait érintő legújabb biotechnológiákra. Röviden elmondható, hogy miben különbözik a tudomány, a jog és a bioetika megközelítése, mert Péter előadásában is inkább a Humán Genom projekt kapcsán a együttműködésről hallhattunk, de mi a röviden meg tudnátok fogalmazni, hogy mi a különbség a három látásmód és szakterület között? András, a nézek most. Kutatóként tulajdonképpen a kutatás és az oktatásban én úgy érzem, hogy nem kapunk elég felkészítést. Az orvosi egyetemeken nyilvánvalóan az orvosi bioetika előjön, de a kutatásnak az a természete, hogy gyakran kiszámíthatatlan. Tehát egy folyamatos fejlődés van, ahol időnként vannak áttörések és időnként szenzációk, de tulajdonképpen ezek sokkal korábban már ott vannak a gyökerei, de a kutatók jó részt nem érzékenyítettek arra, hogy ennek milyen jogi, etikai problémái lehetnek. A jogászok pedig időnként sokkolódnak, hogy úristen, már megint a tudomány mit talált ki, és ezt hogy lehetne kezelni, és a szegény társadalom megpróbál ehhez valahogy alkalmazkodni, és nagyon sok múlik azon, hogy hogyan interpretálják. Ez a kutatóknak nem jó. Kutatóknak ugye a forrásai, a legtöbb akadémiai kutatásnak az a társadalomtól jön. Tehát egy társadalmi elfogadottság és megértés az egy nagyon fontos elem. Úgyhogy én nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek ezen az előadáson, és ebben a kerekasztalban részt vehetek, mert én úgy érzem, hogy a diákjaimnak, kutatótársaimnak ez egy nagyon fontos információ, de a társadalomnak is nagyon fontos, mert a kutatók a társadalomért dolgoznak, nem ugye Rick and Morty és egyéb rajzfilmekben az őrült kutató figuráját láthatjuk, minden, etikai és egyéb korlát nélkül, hihetetlenül cinikusan. Szerencsére a kutatók többsége nem ilyen. Én azt tapasztalom egyébként, hogy nagyon sokszor félreértik az etika szerepét. Tehát tényleg azt is próbáltam érzékeltetni az előadásban, hogy megváltozott már ez a viszony, hogy van egy bejelentés, vagy van egy tudományos innováció, és akkor arra általában várják a nemleges választ, vagy igen, vagy nem. És sokkal inkább ez a párbeszéd az, ami szerintem célra vezető, és
Sajnos én is láttam egyébként fontos testületeknél is, hogy szinte egy ki kell pipálni az etikai szempontokat, holott szerintem, és talán ebben Péter is megerősít, ez egy hihetetlenül izgalmas disziplina. Én rengeteget tanultam a velem együtt dolgozó természettudósoktól, remélem, hogy én tőlem is valamennyit. Ez egy folyamatos megértés, párbeszéd, és azt gondolom, hogy az a formális megközelítés, hogy van betegtájékoztató nyilatkozat, mehet tovább. Tehát ez az a megközelítés, ami talán idegenné tette sokak számára. Ez jóval interaktívabb, és hát azért tényleg ahhoz képest, ami Henrietta Lacks idején volt, hogy eltelt több évtized, mire a hozzájáruló nyilatkozat a kutatási felhasználáshoz megszületett. A Human Genome programnál párhuzamosan gondolkodunk, és most már sokszor kutatók maguk jönnek, és a Jennifer Doudna maga állt el azzal elő, hogy itt olyan komoly lehetőségek vannak ebben a génszerkesztésben, hogy jobb lenne ezt egy széles körben megvitatni. Lehet, hogy a társadalom oda sem figyelt volna, hogy mi az, hogy CRISPR technika, ez nem tűnik olyan nagyon érdekesnek, tehát sokszor egymás számára kell lefordítani. Én ezt látom a saját pályámon, és ez kihívás is néha, hogy ne a saját szakmai zsargonomban adjak elő valamit, ami lefordítsam egy olyan nyelvre, amire jön ez, hogy hát ez egy nagyon fontos kérdés, vagy ez ténylegesen nem egy formális jogi követelmény, hanem én azt is szoktam mondani, hogy a jog az néha lehetőséget is ad a kutatásra, mert tiszták a játékszabályok, de az mindkét oldalról nyitottnak kell lenni, tehát meg kell érteni azt a tudományos kihívást, és a tudósnak, néha tudom, hogy ez nem egy népszerű szerep a hezitáló tudós, aki elmondja, hogy ezt tudom, de ezt még nem tudjuk. Hanem sokszor a projekt nyelvezet őket is arra ösztökéli, hogy ilyen nagyon határozott kijelentéseket tegyenek, és itt aztán elcsúszhat egymástól az etika és jogi megközelítés. Igen, ezt a párbeszédet is nagyon fontosnak tartom. Engem a rövid válaszom az eredeti kérdésedre, hogy ez a megközelítésmód mennyiben más az etika meg a tudomány. Tehát egyrészt az etika és tudomány. Tehát van egy ilyen akadémiai terület, hogy etika meg filozófia. Tehát itt a tudományok közötti párbeszédről van szó, azt gondolnám, és hogy a bioetika az a élettudományok és a humán társadalomtudományoknak a találkozási pontján jön létre, és tényleg egyfajta párbeszéd alakul ki. Azok a kérdések, amik mondjuk egy élettudós vagy egy laborban gondolkozó géntechnológus természetszerűleg nem vett fel, mert ő teljesen más perspektíváról tekint az adott ügyekre, azokat a kérdéseket próbálja meg a társadalomtudós vagy a humántudományok képviselője feltetetni vele, irányítani a perspektívát, és az előadásnak egy utolsó elemmel volt ez a felelős kutatás és innováció fogalma, ők pont azt próbálnák erőltetni, hogy ezek a humán szempontok, emberi szempontok a kutatás legelején jöjjenek elő, és gondoljuk végig részletesen. Tehát nem mondanám, hogy nem gondolkoznak emberi szempontokról, mondjuk egy géntechnológus, mondjuk a Andrásnak azt mondani, hogy ő most embertelen, amit csinál, hát ő is nagyon jól mondta, hogy az öregedés mennyire fontos dolog, és ilyen gyakorlati problémákból indult ki. De mondjuk egy társadalomtudomás tudós, vagy egy gazdasági elemző, vagy egy humántudós más kérdést tesz fel, tehát azt mondaná például, hogy oké, de az öregedésre nincsen más válaszunk. Nem tudjuk ezt másképp megoldani, mi ennek a költsége tulajdonképpen, mik a társadalmi költségei, amit mondjuk a laboron belül nem biztos, hogy feltesz az ember. Ti egyébként szoktatok így hármasba eszmét cserélni, meg konzultálni sokat egymással? Szerintem szoktunk. Igen. Még a génszerkesztéssel kapcsolatban egy nagyon jó példa jutott eszembe, hogy ugye mennyire a társadalomtudomány és pláne a jog megpróbál ilyen univerzális értékekből, tehát más az optikája, mint éppen a kutató, aki mondjuk egy adott gén, nem tudom, lókuszát kutatja, hogy mondjuk mi lenne akkor, hogyha nagy környezetszennyezés van jó pár városban, rossz a levegő, hogyha sikerülne mondjuk a génszerkesztés révén, ez csak egy hipotetikus eset, olyan embereket létrehozni, akik rezisztensek, tehát nem okoz nekik különösebb egészségkárosodást a rossz levegő. De most ez egy tipikusan rossz megközelítés, mert nyilván azt kellene kiküszöbölni, hogy légszennyezés van, és nem csak egy szűk elit számára, aki mondjuk megfizethetné ezt az eljárást, lehetővé tenni, hogy ők megszabaduljanak ettől a tehertől. Ez egy hipotetikus eset, még egyszer mondom, nehogy valaki azt írja, hogy ez holnap már lehetséges. Viszont ez mutatja, hogy például
ami lehetséges esetleg egy tudomány számára, azt egy, mondjuk egy jogi vagy egy etikai megközelítés, az egy szélesebb kontextusba hozza, és összeméri például, hogy milyen egyenlőtlenségeket hoz létre az a technika, hogy van-e arra célra vezetőbb eszköz, például itt ebben az esetben, hogy tiszta levegőt szívjunk, és annak az elérése nyilvánvalóan célra vezetőbb mindenki számára, mint egy szűk réteg számára, mondjuk olyan genetikai előnyt létrehozni, ami révén számukra nem olyan káros ez a szennyezett levegő. Egy fél mondatot ehhez hozzátennék. Amit elmondtál példa, az nagyon jó, és a evolúció és az anyatermészet pont ezt tenni. Uh-huh. Hogyha elég sok ideje van rá, akkor létrehozná azt a néhány egyedet, ami abban a negatív környezetben túlél, nem érdekli, hogy a többi elpusztul, az evolúció így működik. Tehát az evolúciónak szabad, de mi ugye más megoldást akarunk. És itt a társadalomtudománya közötti kamerázó. Mi egyenlővé akarjuk tenni a lehetőségeket, de valójában az evolúció meg úgy működik, hogy a egyes egyedeket, akik abban a környezetben jobban működnek, azokat preferálja a többi kárára. Kérdés, hogy ezeket az egyenlőtlenségeket növelni vagy csökkenteni akarjuk. Tehát itt van már mondjuk az etikának a szerepe, hogy megnézi, hogy az az adott technika, az hogyan hat az eddig létrejövő egyenlőtlenségekre. Akár biológiai, akár társadalmi egyenlőtlenségekre. Szerintem tulajdonképpen a etikus társadalom próbálja azokat a negatív hatásokat, amire az evolúció egy úgymond kegyetlen, vagy ez nem egy igazán értelmezhető megoldást találni. Mi szeretnénk mindenki számára valamilyen szinten elfogadható megoldást találni, mert a társadalom a gyengébbeket, a betegeket, másokat is vinni akarja magával. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy mikor az emberek azt mondják, hogy a természetes az igaz, és ez a nem természetes, ezt miért használjuk, és mondjuk miért gyógyítunk genetikailag betegségeket. Hát tulajdonképpen azért, mert a fejlett társadalom másképp gondol a gyengékre és a betegekre, mint ahogy tulajdonképpen egy vadonban ők elpusztultak volna. Már a rövidlátók is, de nagyon sok más problémát is meg tudunk menteni. Ez a lényeg a modern társadalomnak. Köszönöm szépen, és ez lett volna az utolsó kérdés, ami belefért a ma esti beszélgetésbe. Ugyan maradt egy-két megválaszolatlan kérdés, de azt hiszem, hogy olyan sok mindent érintettünk az est folyamán. Úgyhogy még egyszer köszönöm az előadásokat, és azt, hogy itt voltak, és megosztották velünk a tudásukat. Nézőknek is köszönjük szépen a figyelmet, és további szép estét kívánunk!